Kedves nézőink, most a Szülők iskolája elnevezésű rendezvénysorozat második összejövetelére látogathatnak el velünk, amelyet az elmúlt csütörtökön tartottak a Városi Múzeumban. Venni vagy nem venni címmel a Szülők iskolájának második előadására kerül ma sor. Mik azok az ötletek, amiket lehet adni a szülőknek, vagy jó tanácsok, praktikák? Hát nagy családos anyukaként nekem is sokszor dilemmát okoz így karácsony közelettével, hogy mi az az ajándék minimum és maximum, amivel boldoggá tehetem a gyerekeimet, és a családi kassa is bírja. Ez az egyik aspektus. A másik pedig az, hogy fogyasztói társadalomban élünk, ezt ma már mindenki tudja. Tehát az eladóknak, a gyártóknak, a tőkének az a célja, hogy minket vásárlóvá minősítsen, és minél több terméket megvegyünk. Ugyanakkor nagyon is jól tudjuk, és a pszichológia ezt ma már világosan látja, hogy nem a vásárlás és nem a birtoklás tesz minket boldoggá. Ebben szeretnék egy utat mutatni, hogy mi az, ami valódi boldogságot okoz, mi az, ami a családi biztonságot, békét igazán szolgálja, hogy a birtoklásnak, a vásárlásnak van-e alternatívája, ami igazi boldogságot adhat, amit nem vehet el tőlünk senki. Gyakorló anyukaként melyek azok a tanácsok, amelyeket te is megfogadtál annak idején, illetve melyek azok a gyakorlati ötletek, amiket a mindennapokban tudsz alkalmazni, és ezeket átadni nyilván a hallgatóságnak, illetve azokat a tapasztalatokat, amelyeket nap mint nap megélünk. Hát mi mindenképpen a minimumra törekszünk tárgyi tekintetben, lelkiekben, meg együttlétben és időben pedig maximumra. Én ezért maradtam otthon főállású édesanyaként, hogy maximális időm legyen a gyerekeimre, és ezt nem szeretném tárgyakkal pótolni, ezt a minőségi időt, amit együtt tölthetünk. A másik pedig, hogy őket is megóvjam a sodródástól. Tehát, hogy menjünk az árral, vegyük meg az aktuális kütyüt, amit hirdetnek, és hogy attól most már tuti boldogok leszünk, amit ugyan másnap eldob, és kiderül, hogy használhatatlan, és arra nem alkalmas, hogy őt lekösse, de a szomszédnak is van, és az óvis csoportban is van, és stb. És erre szeretnék most itt az anyukáknak is alternatívát kínálni, ami igazából a fantázia, a szeretet és a találékonyság. Így röviden. A következő előadásnak mi lesz a témája, és mikor kerül rá sor? Havonta egy előadást tervezünk, és adventben a családi ünnepeinkről lesz szó, és a külső-belső harmóniáról. Tehát sokan nagyobb feneket kerítenek talán már a külsőségeknek, és közben a családi békére, a harmóniára már nincs energiájuk odafigyelni.